A kínálat igen gazdag, az esemény sor sokszínű. A Janus Pannonius Múzeum valamennyi helyszínén lesznek izgalmas programok. A Néprajzi Múzeumban például több tárlatvezetés is várja az érdeklődőket. A kicsiket mesesarok kivogatja, és nem maradhat el a szokásos Szent Iván éji tűzugrás sem. Van a pálosoknak, ugye, vagy azaz a Domonkos kriptának, itt van a kincsei Vácról. Na most itt van a Váci kolléganő. A Váci kolléganő tart két tárlat vezetést, egyiket 7 órakor, a másikat este 9 órakor, tehát ez már egy különlegességet ad. És ugye a különlegesség az, amit most már 19 éve művelünk, azaz, hogy sütünk almát, most az, hogy az almának a jósló, gyógyító hatásáról is szólni fogunk, és ugye hát itt van a tűzugrás. 15 helyszínen több mint 500 program közül válogathatnak az esti, illetve éjszakai múzeumi kulturális programokat kedvelők. A Janus Pannonius Múzeum idén igyekszik a különböző korosztályú érdeklődésű látogatók igényét kielégíteni. Most leginkább a belvárosra koncentrálunk, a múzeumok utcájára, a modern magyar képtárra és a Csontvárira, de persze ezen kívül lesz néprajzi helyszínünk is, valamint a Szerecsenpatikába is lesznek vezetések. Most ezeken a helyszíneken több mint 50 programunk lesz, úgyhogy igazán gazdag és olyan, amiben mindenki megtalálja a neki valót, kicsik, felnőttek, idősebbek, mindenki. Az év többi napján érvényes kedvezmények a múzeumok éjszakájára nem vonatkoznak. Idén kedvezmény, hogy a karszalagos belépőjegy másnap június 26-án is érvényes a Janus Pannonius Múzeum kiállító helyein. A teljes program és a jegyek ára a www.jpm.hu weboldalon megtekinthető.